Cecz János egykori honvédtábornok emlékére emeltek szobrot Gyergyószentmiklóson. Az örmény katolikus templom udvarán felállított műalkotást Blaskó János szobrászművész készítette. Ez a honvédtábornok első erdélyi szobra. A közvélemény előtt kevésbé ismert Cecz János szobrának felavatása az Erdélyi Magyar Örmények Szövetségének kezdeményezésére valósult meg Gyergyószentmiklóson. Az örmény származású 1848-as szabadságharcos tábornoka bukás után argentínai emigrációba kényszerült, és új hazájában is hősként tisztelik. Az Argentin Katonai Akadémia és a Földrajzi Intézet alapítója volt. Argentínában a Katonai Akadémia előtt áll a szobra. Az első erdélyi Cecz János szobor az örmény templom kertjében kapott helyet. A szombati avató ünnepségen többen méltatták a néhai tábornokot. A szülőföldtől való elszakadás fájdalmának hajtóereje az argentin nép szolgálatába állította. A jobbára Buenos Airesben tevékenyen megélt, eredményekben gazdag utolsó 42 éve nem csak a magyar katonaember dicsőségének bizonyossága, hanem annak a veszteségnek is egyik kijelzője lehet, amit az 1849-ben bekövetkezett csatavesztés kegyetlensége nemzetünkre zúdított. Cecz János életpályáját Kálmán Attila történész ismertette. A háromszéki Gidófalván született tábornok a polgárőrség kiképzésének irányítójaként a magyar katonai nyelv kialakításában vállalt szerepet. Méltánytalannak érezte, hogy a magyar anyanyelvű katonákat is német nyelven vezényelték, ezért könyvet írt magyar hadnyelvtan címmel. A mű leghíresebb mondata, hogy a hadsereget semmi sem bátorítja oly hatólag, mint a vezér személyes megjelente, ha azt anyai nyelvén meg tudja szólítani. Az örménység három tábornokat, több mint 70 honvédtisztet és több mint 200 honvédet adott a magyar szabadságharcnak. Cecz János szobrával erre is emlékeznek.